15 millió euró segítség megszépül Nagy Károly régi központja az Európai Uniótól nyert támogatásnak köszönhetően. A színház, a Károlyi grófok kastélya és a Partiumi kisváros történelmi főutcája is megújul. Ezt a több mint 100 éves, mára már leromlott állapotú volt kaszárnya épületet több funkciós szociális központtá alakítják át. A városháza előtti történelmi utcaképe is jelentősen megváltozik majd. Az útburkolat az marad a jelenlegi, illetve a járdák, azok díszkövekkel, térkövekkel lesznek beburkolva. Ezen kívül 6 szökőkút van tervezve, ilyen városépítési berendezések, talán ez az elvégén nem megfelelő szó, tehát lócák, kandeláberek, világító testek. Át lesz alakítva, új parkírozók, zöldövezetek felújítva, tehát is sokkal lakályosabb. Hát annak örülünk, hogyha szépülünk, mert Nagy Károly mindig nagyon szép város, csendes, de nagyon szép város volt, és virággal tele, minden, és nagyon szerettük, úgyhogy annak örülünk, hogyha szépet is csinálnak, jót is. Annak nagyon örülünk. Amit a polgármesteri hivatal tesz, az nagyon jó, de az emberek nevelésén is javítani kellene. Ez a város a nyugatról bejövőknek egy kaput, tükröt jelent. Így tehát nagyon jó lenne, hogy amit felújítanak, majd meg is őrizzék szépnek az emberek. 1847-ben itt a hajdani szarvasfogadóban tartott megyeválon ismerte meg Petőfi Sándor leendő hitvesét, Szendrei Júliát. Ezt az épületet is felújítják majd a projekt keretében, majd ide költözik a Nagy Károly polgármesteri hivatal új székhelye. 1806-ban épült, fogadó volt, 1834-ben itt a vidéken egy nagy földrengés volt. És aztán Ybl Miklós tervei után újra építették ezt a fogadót. Ybl Miklós családi barátja volt a Károlyi grófoknak. Tipikus erdélyi, meg magyarországi városháza, tehát ahol a díszteremben van egy páholy, ahol a úgymond a pornép is felmehetett, lent voltak a városatyák. Tehát ezeket a dolgokat én úgy érzem, hogy meg kell menteni, és az utolsó pillanatot fogtuk ki. A városközponti angol kertben lévő Károlyi kastélynak a felújítása már javában folyik. Mi úgymond idézőjelben versenyezni akarunk a segesvári Dracula féle úgymond turisztikai úttal. Itt lenne a Szatmár megyében lévő mind a két épület, az Erdődi vár felújítása 700 ezer euró és 4 millió 400 ezer euró a Károlyi kastélynak a felújítása. Most már a tetőt csináljuk, jövő decemberben lesz vége. Nagyon szép turisztikai látvány lesz a Károlyi kastély, itt született nem messze Ady Endre, Kölcsei, 30 kilométeres távolságban, és remélem ilyen turisztikai utat fogunk tudni szervezni. 2 millió euróból restaurálják majd a Városi Színház megromlott épületét és a körülötte lévő ingatlanokat, köztük a kultúrotthont is. A restaurálás során visszaállítják majd a kommunisták által lerombolt páholyokat is. 1907-ben, amikor ezt a színházat felépítették, akkor Nagy Károlynak állandó színjátszó társulata volt. 10 évre rá már ez a társulat elment Szatmár, és azóta Károlynak nincs. Mi reméljük, hogy egy ilyen modern színház épülettel 2-3 évre után, amitán a színházat átadják, Károlynak lesz egy állandó jellegű színtársulata, egy román és egy magyar, és lassan azok az egyetemisták, akik az Egyetemi Színjátszó Fesztiválra eljönnek Nagy Károlyban, mert Nagy Károly minden évben megszervezük egy Egyetemi Színjátszó Fesztivált, azokból lassan válogatni olyan színészeket, akik ide majd el tudnak jönni Károlyba is játszani. Nagy Károly központján több mint egy évszázada nem végeztek hasonló méretű restaurálásokat. Így a városi elöljáró szerint a közeljövőben elkezdődő felújításokkal történelmet írnak majd a Partiumi kisváros életében.